Szeretnék föltenni néhány kérdést önöknek. Bocsánat, nem, készülnék már a... Hangosabban ide, bele? Készülnék a futásra, mert szeretném, hogyha jó eredményt érnék el. Természetesen, föltennék néhány kérdést önnek. Szóval ön 3 gyermeket nevel, közben az egészségügyben dolgozik, ugye? Igen. Jó, igen. Köszönöm szépen. Bocsánat, én egy intenzív osztályon dolgozó nővér vagyok. Most megmentek ahány embert csak tudok, hiszen ez a munkám és ez jut erről eszembe, hogy nem csak gyerekeket ment meg, nem csak az intenzív osztályon dolgozik. 6 kutyával él együtt, 6 mentett kutyával. Ugye jól tudom, az egyiket úgy hívják, hogy Szabó Imre. Nagyon vicces, igen. Mikor iskolapszichológus voltam, emlékszel? Emlékszem. Hát, hogy akkor arról beszéltél, hogy 6 egyszer riporter lehetnél. És most mennyire vagy? Hogy én is mondják mostanában? Adekvát? Ilyen önazonos. Jaj, de divatos. Önazonos. Én lennék, csak nem hagyják. Nem, senki nem vesz tudomásul. Senki, de senki. Emberszámban nem vesznek. Bennülnek a központba, és én segítséget kérek, de nem. Reklám, csinálja. Te most dicsekszel, vagy panaszkodsz? Panaszkodok! Oké, de meg kötelező otthon... 500 000 forintért kereskedelmi tévével. Kénytelen vagyok, mert a feleségem otthon van, és semmit nem csinál. És sajnos a vacsora is, igen, mert minden nap ugye főznöm kell, mert ilyen későn jössz haza, baromi későn, nem is jó ilyenkor vacsorázni. Ne is vacsorázzál már ilyenkor, mert de hát éhes vagyok. Tulajdonképpen azt érzem, hogy hazamegyek, akkor hogy hívták azt a francia felt? A guillotine, az, mint hogyha az ő találmánya alá feküdnék be. Miért? Mi dolgod van neked egész nap, ahelyett, hogy megfőznéd? Mi dolgom van? Én döntöttem úgy, mert terhes lettem az ikrekkel, persze, és úgy döntöttem, hogy akkor most már inkább gyereket nevelek itthon, igen. Te megkeresed a pénzt, és én meg itthon ülök, és az ikreket. Ülsz, látod, ez, ülsz itthon, és ha nevelek. Ha nem futok cipőjért utánuk, mert ugye muszáj, hogy vegyek nekik cipőt. És vacsorát miért nem főztél? Nem. Most mondjam el még egyszer. Az a baj, tudom, hogy ez az egész nem arról szól, hogy bunda, vagy hogy hülye vagyok, hanem arról, hogy félt. De tudj, hogy idősebb vagyok nálad. De szívem, de ez senkit nem érdekel, őt se zavarja. Figyelj, egy picit nyugodj. De mindig hozzád fog tartozni, és érzem, hogy nem szeret. Nem, de most mutattalak be neki, szívem. Hát adj neki egy kis időt. Megbolondulok az anyámtól. Bemutattam neki a tündit. És? Köszönöm, hogy gyorsan fogadtál, mert olyan jól sikerült, hogy szükségem volt rád, azt éreztem, figyelj, elképesztő. Melyik nem bírta a másikat? Hát ez ilyen, ha van olyan, hogy a szimbiózis ellentéte, akkor az volt. Tehát nem működött a kémia, hogy úgy mondjam. De akkor ez szerinted szándékos, tudatosan akar téged eltávolítani minden nőtől? Hát azt nem akarhatja, hogy te egyedül öregedj meg. Nem, csak senki nem felel meg neki. És tündivel az a baj, hogy idősebb tőlem pár évvel. Ezerszer megkérdelek, hogy figyelj mindig arra, oda, hogy kit hogy hívnak, mert nem tudom eldönteni. Anya, ülj le, légy szíves! Anya! Ülj le! Most szeretném elmondani. Feri, én nem szerettem apukádat. Ő se szeretett engem. Én meg szeretem így kimondani a dolgot. Nem szeretett. Nem igaz. Mert igen, látta, hogy kínzol, de egyébként pontosan tudja, hogy mit szeretek benned. Én úgy érzem, hogy Kriszta kicsit többször dühös, mint kéne. Az való igaz, hogy régebben mondtam neki, hogy akkor nagyon csinos, amikor dühös. Tényleg van benne valami extra szép. Gondolod, hogy neked akad ezzel megfelelni? Manipulál, Juli, manipulál, érted? Eljátsza itt ő az édes ember, ő az, akit mindenki szeret, ugye? És ez nem működik együtt, érted? Hát nem tudok vele kommunikálni. Komolyan mondom. De Kriszta, te szeretsz engem, nem? Én nem értem a dühét. Az az igazság, hogy nem értem a dühödet. Tudod, hogy miért vagy dühös? Ez a baj, hogy nem érti, Juli. Hogy miért dühös? Juli, ezt nézd meg, mit találtam. Nézd meg. Istenem, gyere már, ez a középiskolai. Őt ismerned kell neked, látszod? Ő a Laci. Feri, nem vagy itt velem. Érted? Hát egyszerűen nem vagy itt. Félre kellett húznom a kaját. Szívem, mindjárt odaig, nincs paradicsom, jönnek a Tamásék, te hívtad őket. Juli, én ezt nem bírom, amit most is csinál, érted? Hogy ide jövünk egy problémával, és egyrészt állandóan minden róla szól, oda terelődik, és állandóan ott vagyunk a gyerekkorában. Egy felnőtt ember, tehát állandóan a múltba réved, állandóan régi tárgyakat vesz elő, nem értem, hogy mit csinál. Nem ehetsz ennyi édességet, megbeszéltük.
Sokszor gondolkodom, hogy... hogy miért hisztem el? Azért, mert össze-vissza eszem mindent, de cukrot meg nem ehetnél. Ez túl egyszerű lenne, hogy azért, mert nem sportolok és sokat zabálok. Nem. Akkor miért hiszel el? Szerintem miattad.